Következő vendégeim személyesen most nem tudnak itt lenni velünk, bár egyikük hamarosan megérkezik ide a stúdióba, nagyon titokzatos vagyok, de annál nagyobb szeretettel köszöntöm a telefonvonalban, és remélem a képernyőn is Bár Miklós, nyugalmazott Váci megyés püspök atyát, és a jól ismert növényorvosunkat, Sipos Józsefet. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Már egy jó ideje beszélgettünk Józsival arról, hogy nagyon szívesen beszélne a teremtésvédelemről, hiszen szívügye, és hát püspök atyában szövetségesre találhat ebben a lelkesedésben, ebben az ügyben. Épp most van az első találkozó ennek kapcsán, úgyhogy így nagyon örülök, hogy így legalább a képernyőn keresztül egy kicsit tudunk beszélgetni. Miért is fontos ez az ügy, Józsi, neked és püspök atya, mit gondol, miért fontos az, hogy a képernyőn minél többet beszéljünk erről? Én tulajdonképpen gyerekkorom óta mindig a teremtett világnak a csodái közelébe voltam. Itt lehettem gyerek a Dunakanyarban, Zebegényben, aztán a későbbi plébániáim is, Márjanosztrán, Pilisvaróton, Dömösön, aztán Esztergomba, és most nyugdíjasként visszajöttem ugye ide Nagymarosra, a Dunakanyarba. Naponta csodálhatom a Jóisten ajándékait ebből a csodálatos növényvilágba, állatvilágba. Tehát a csillagok mindig kedvesek voltak nekem. És mióta Ferenc pápa ennyire hangsúlyossá tette a teremtett világnak a védelmét, én szívvel, lélekkel együtt gondolkozom vele, és nagyon nagy reménységem, hogy fölébredünk mi, keresztény emberek, a mi egyházunk, hogy ez küldetésünk, hogy ebben a megsebzett világban, aminek az eredményeit látjuk a háborúban, a gyűlölködésben, az önzésben, a világ éhezőinek a fájdalmában, ez a mi küldetésünk, hogy ennek a világnak reménységet adjunk, és példát adjunk, hogy a Jóistentől kapott ajándékokat megosszuk egymással. És én azt hiszem, hogy biztatást és bátorítást Ferenc pápánktól, de hát ez a mi dolgunk is, hogy mi is, ahol élünk, és a mi környezetünkben az embereket fölébresszük. Csak egy szép élményemet mondom múlt vasárnapról, itt Nagymaroson a teremtett védelmi keresztutat jártuk végig. Csodálatosak ezek az elmélkedések, szívből kívánom, hogy sokan megismerhessék ezt, és így járjuk Jézus nyomában az ő szenvedésének az útját, hogy a föltámadás öröméhez, a húsvét öröméhez eljuthassunk. Hát én mindenkit szeretettel hívok és biztatok, hogy csatlakozunk Ferenc pápa felhívásához, és legyünk a teremtett világ ügyének a képviselői, szószólói, Assisi Szent Ferenc szellemében. Én is mindenkit nagy-nagy szeretettel köszöntök, és külön köszöntöm püspök atyát. Számomra nagyon fontos küldetés a teremtésvédelem, és ha egy picit én is visszanyúlhatok a múltba, a családunknál nemzedékről nemzedékre öröklődött a termőföld szeretete, a természet szeretete, dédszüleim, nagyszüleim és szeretett szüleim életpéldája megmutatta azt, hogy mit jelent a természet iránti alázat, mit jelent a természettel együtt élni, tanulni, megfigyelni, tapasztalatokat gyűjteni és a tapasztalatokat átadni. Gyerekkorom óta az oltár mellett szolgálva mindig is közel éreztem magam a Jóisten szeretetét, az élő Krisztussal való találkozást, és mindig is érdekelt a teremtés történet. A teremtés történetnek az üzenete, tanítása, mit jelentett akkor és mit jelent a mai kor ember számára. Számomra is nagy öröm volt, hogy püspök atya említette, mert csodálattal követtem mindig is Assisi Szent Ferenc útját, zarándoklatokba, ima életbe és a naphimnusz ismeretébe, mikor Ferenc pápa megírta, kiadta a Laudato Si enciklikáját. Ez számomra egy pecsét, ami azt jelenti, hogy az ott leírt gondolatokat lelki és gyakorlati úton váltsuk át,
mutassunk példát, gyerekektől kezdve egész a felnőttekig. Nekem szívügyem az óvodáskortól átadni a termőföld szeretetét, a madarak, a vizek, a talaj, az élővilág, a bepulzó rovaroknak a világát, a magaságyak, a kertészkedés világát. Annak érdekében, hogy az oltás történjen, itt a tavasz, most történik a vetés, most történnek a virágok nyílása, és ezt az oltást, vetéseket el kell közösen végeznünk. Nagyon fontos küldetés a plébánosok, a plébániáknak a megszólítása, a plébániai segítőknek a bevonása, cserkész csapatokról beszélgettünk püspökatyával, hogy minél nagyobb körbe, rendeket megszólítva, annak érdekében, hogy járjunk elől mi, a Jóisten útján, mutassuk meg, hogy mit jelent számunkra mindennapokban ez a küldetés. És nagy öröm számomra, hogy püspökatyával régi álmom volt, hogy találkozzak, és most közösen a televízióval együtt visszatérően olyan beszélgetéseket, praktikus gondolatokat szeretnénk átadni, amivel szeretnénk segíteni a televízió nézőit, érdeklődőket, annak érdekében, hogy minél közelebb kerüljünk a természet csodálatos kincseihez. Csak annyit tennék még hozzá, hogy a Teremtő Isten munkatársaiként éppen az elmúlt vasárnap hallottuk Jézusnak a múza magról szóló csodálatos tanítását. Igen, a Jó Istennek, a Teremtő Istennek a munkatársai lehetünk Jézus Krisztus személyén keresztül, hogy építsük az Isten országát, a végleges, örök, új eget, új földet. Köszönöm szépen, Püspök atya, és köszönöm szépen, Józsi. Úgyhogy remélem, hogy a következő hetekben, hónapokban személyesen folytathatjuk majd ezt a beszélgetést. Józsi, viszont téged hamarosan várunk ide a stúdióba. Igen. Örömmel érkezek, és köszönöm szépen Püspök atyának a fogadást, a találkozást, és nagy lelkesedéssel nekivágunk ennek a közös munkának. Mindenkit szeretettel hívunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenki ember!